Halintel, itt Goldi, vagy mi? Mit szoktam mondani? Sziasztok, Goldi vagyok. Igazából nem tudom, hogyan kezdem ezt a videót, mert sok érzelem kavarok bennem. Tele vagyok impulzusokkal, és úgy érzem, mintha megjött volna a tavasz, vagy nem tudom. Amúgy meg is jött, tényleg olyan tavaszi időjárás van, és ez tökre illik a hangulatomhoz. Na hát ugye szerintem legtöbbetök tudja, hogy belekerültem Azaria introvertált dal klipjébe, és a legelején ott vagyok. Ne! Ezt nem hiszem el! Ne! Ez az éjjel a macska követ utatom! Boly! Kiadta! Éjjel a macska köves utakon. Szögezzük le, hogy erről nem tudtam, szóval én legnagyobb álmokban se gondoltam volna ezt. Nagyon az van a fejemben, hogy tényleg a 6 éven most a gyümölcse most éred be. Most érzem azt, hogy van egy hatalmas nagy visszaigazolás arra, hogy én 6 éve, amikor 2017 nyarán unatkoztam nyáron, és elkezdtem videózni, hogy barátokat szerezzek, főképp, meg elűzzem az unalmamat, az nem hiába volt, hogy az a lelkesedés, ami megmaradt 6 éven keresztül, hogy amit szeretek csinálni, amivel szeretek foglalkozni, az így sosem veszem kárba, vagy hogy mondjam, szóval sosem újjan el bennem az a vágy, hogy én szeretnék valamit alkotni, valami egyedit is. Én 6 év alatt ezt a Goldi karaktert most érzem annak, hogy tényleg valami van, szóval valami tényleg létezik, tényleg van ez a karakter is, eljutott egy olyan emberhez, akire tényleg minden tiszteletem, minden, tényleg annyira nehéz szavakba öntenem azt, hogy én annyira elismerem Azariát, tényleg a Paul Street-t óta követem. Hát olyan 2018 óta szerintem. Soha nem gondoltam volna ezt. Tényleg, ez, én amikor meghallom tényleg a klip elején a hangomat, nem az jut eszembe elsősorban, hogy ez én vagyok, hanem az, hogy Goldi. És az, hogy Goldi az ki, az ti vagytok, meg én. Szóval ez a közönség is én. A közönségemnek a hangját hallom a videóklip elején, szóval nem is magamat inkább, mert én miattatok reagálok zenékre, miattatok animés videókat gyártok, miattatok videózom igazából, persze magamért is, de értitek, hogy értem, hogy megvan ez a kölcsönös, nem tudom. Hát, szóval, hogy itt vagyok, azt nyomom. Az estémet hagyj írjam le pár mondatba. Szóval az volt, hogy amikor én ezt lereagáltam, aztán ugye én sokkot kaptam, ugye a reakció videóban, láttátok meg minden. Szóval így próbáltam a klipet is elevezni, de amúgy már azt sem tudom, hogy mi volt a klipben. Kibaszott jó mesterű az a klip. De így annyira az eleje volt a fejemben, hogy ez most tényleg, ezt álmodom, vagy ez a valóság? Nekem ezek a projektek azok, amik így nagyon nagy dolgok nekem. És nagyon durva érzés, tényleg. Imádom a szelet. A szívem úgy dobogott, mint amikor Nikával hívás asztal, csak ugye ez most egy pozitív dobogás volt, és nem ilyen sok, hogy hallom annak az embernek a hangját, aki hát úgy ott van az album. Ugye mindenkinek lehet az van a fejében, hogy most ez egy reakció videó volt, ami bekerült, és ezt bárki meg tudja csinálni. Én már rájöttem, hogy miért szeretik a Jules Goldi csatornát. Én is amúgy néha el tudom könyvelni magamat azt a csatornám a trashnek, mert valljuk be, a legkönnyebb tartalom tényleg a reakció videózás, hogy leülsz, felveszed, mondasz pár mondatot, vagy egy véleményt, és ennyi a videó. Szóval én ezt elismerem, hogy valaki szerint ez nagyon trash tartalomnak minősül. Szóval én rájöttem, hogy a Jules Goldit azért nézik az emberek, mert őszinte csatorna. Szóval azért is ragadnak meg az emberek, mert oké, lereagálok egy idegen albumot, de miért ragadnak meg az emberek, ha már végeztek a reakció videókkal? Várják a többit? Miért? Mert őszintén reagáltam is. Ez van a fejemben, hogy basszus, ez ilyen, nem tudom. Nagyon jól esik nekem az egész, szóval ez így. Nem tudok mit mondani erre, tényleg. Kívánom a szelet! Én nekem ez tényleg csak egy visszaigazolás a 6 évemre, nagyon egy elismerés, nagyon
nagyon örülök neki, nagyon büszke vagyok rá, nagyon köszönöm, és nagyon, nagyon annak tartom, hogy ezt mi értük el közösen. Szóval ez egy családi eredmény. Szóval mi egy család vagyunk, az egész csatornák, a közösség egy család. És ezt érzem, hogy együtt elértük ezt. Köszönöm. Nagyon hálás vagyok nektek. Köszönöm szépen mindenkinek. Tényleg köszönöm. Amúgy ezen kívül ugye van az animációs albumom, amiről most kijön a legnagyobb projekt, a Formuc. Szóval kijön a Formuc még februárban. Ugye ez egy nagyon nagy szabású animáció, szóval tényleg nagyon, nagyon sok idő, nagyon sok energiám van benne. És ez a dolog akkor impulzust adott, hogy én befejezzem ezt, hogy az hihetetlen. Szóval ennyire még ekkora boostot, ekkora hype-ot nem adott semmi. Szóval reggel, amikor kijött ugye a introvertáddal, az is így olyan impulzust adott, hogy 6 órát animáltam tegnap. 6 órát. Jaj, majdnem kihagytam, de tényleg ez is egy annyira rólatok szóló dolog, szóval, hogy ti ott voltatok ugye a premiéren, ugye ez egy ilyen 11:30-kor vagy 11:30-kor történő dolog volt, és láttam a premier chat-en, meg komment szekcióban is, hogy írjátok, hogy Goldi benne van a videóban, meg Goldi úristen, de örülni fog, meg de jó, hogy beletetted Goldit, és ez annyira jól esik. Idén lesz 6 éve, hogy videózom, idén 6 éve, hogy a Goldi karakter létezik, szóval hát a 6. évem a legjobb, szóval ezt elmondhatom, hogy a 2023-as évem a legjobb, a 23-as év. Első hiszem, hogy a 17-esek klubjából egy aziklipig el tudtam jutni. Szóval én úgy érzem, hogy ennél többet már nem tudok elérni, szóval nekem ez volt a csúcs. Szóval ezt nem tudom behatárolni, hogy hova tegyem, annyira nagy dolog számomra, és nem is tudom, hogy ennél nagyobbat el tudnák-e élni. Bár ti képesek vagytok arra, persze, na azért a közönségnek van egy ereje, de hogy én magam, hogy tudok valami újat adni nektek, ami valamit eredményez, az nem tudom, de ha csak ezt éltem el tényleg a 6 évem alatt, vagy az egész videózásom alatt majd, ez nekem akkor is csúcs. Szóval, wow. Na de tényleg húzok haza, mert szeretnék animálni, szeretnék projektezni, meg szeretnék veletek is foglalkozni, szóval, hogy csináljam az animés videókat, csináljam a reakció videókat, szóval ugyanúgy marad minden, csak van egy mérföldkő, amit elértünk, és ez tényleg hatalmas köszönetem nektek. Nyomjuk tovább, azt mondom, nyomjuk tovább, hamarosan jön a Formuc animáció, de mert várjátok, mert az tényleg a legnagyobb animáció projektem, szóval ilyet még nem animáltam, az biztos. Ennyit tudok mondani, ez a biztos, hogy ilyet még nem animáltam, és erre nagyon büszke vagyok erre is, szóval örülök, hogy itt vagytok, örülök, hogy itt lehetek veletek. Köszönöm, hogy itt vagytok. Szóval köszönöm, hogy itt vagytok. Goldi voltam, és szerintem használjátok ki a tavaszias időket, menjetek ki, keressetek egy fát vagy egy padot. Én most egy fához mindjárt megdöglök. Nem tudom, szerintem úgy néha lehetne amúgy egy ilyen beszélgetős vlog, hogy mi a helyzet, milyen projektek jönnek, meg stb. Mert tök jó volt most erről beszélgetni. Bye.